Köszöntöm Önöket innen a Bét központjából, a Bankcenterből. A júniusi tőzsdei eseményeket fogjuk átbeszélni Kuti Ákossal, az MKB Bank vezető elemzőjével. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen. Nézzük át röviden az elmúlt hónapot. Jó hónapnak számít-e ez a tőzsdei életben? Nagyon jó hónapot tudhat maga mögött a budapesti értéktőzsde június vonatkozásában, hiszen nem csak hogy a BUX, hanem a BUMIX is történelmi csúcsra emelkedett. Mindezt úgy, hogy egyébként a világban elég vegyes hangulat uralkodott. Ugye az elmúlt időszakban többször is láttuk, hogy a BUX csúcson volt. Mi hajtja az index árfolyamot? Ha megnézzük a legfontosabb komponenseket, az OTP, a MOL, a Richter, illetve a Telekom teszi ki a döntő többségét a BUX indexnek, persze vannak még kisebb kapitalizációjú részvények is. A négy nagyot, ha tekintjük, azt látjuk, hogy a június folyamán az OTP emelkedése hajtotta a BUX indexet is, több mint 7%-kal értékelődött föl a bankpapír. Mindez azért érdekes, mert a régióban vegyes teljesítményt láttunk a bankpapírok vonatkozásában, kelet, illetve Nyugat-Európában voltak pluszos, illetve mínuszos országok is, mármint a bankszektor vonatkozásában, de pont ezért volt nagyon markáns az OTP emelkedése. Ugye a másik nagy blue chip a MOL, ami az elmúlt hónapokban azért nagyon szép rallin volt túl, júniusban sikerült folytatnia azt az északi irányt. Sajnos megérkeztek az eladók a MOL piacára, és azt láthattuk, hogy az elmúlt 6-7 hónap vonatkozásában fokozatosan lejjebb kerültek a kőolajárak, és ez a MOL megítélésére is negatívan hatott, így a hónap folyamán több mint 2%-kal került lejjebb a kurzusa. De azért figyeljünk arra, hogy a palaolaj sztori, illetve az OPEC országok hozzáállása az előttünk álló időszakokban azért pozitív tendenciákat is hozhat a kőolajpiacra, tehát nem kell attól félnünk, hogy további markáns lejtmenetet látunk az olajrészvénypiacán. Nézzük meg röviden a nagy gyógyszergyártó, a Richter papírját. Ugye történelmi csúcs közelében mozgott még májusban, nem tudom, június során sikerült-e tartania az erejét. Kapott egy leminősítést a JP Morgantől, de ez igazából csak annak köszönhető, hogy a történelmi csúcs közelében már-már inkább a profitrealizálást helyezték előtérbe a bankház elemzői. Hosszú távon azt látjuk, hogy továbbra is nagyon izgalmas kutatásokat végez a társaság, nem csak a generikus biotechnológiai, hanem az organikus gyógyszerek vonatkozásában is, tehát arra számítunk, hogy ismét előtérbe kerül majd a vevők oldalán, és a következő hónapokban további emelkedést látunk majd a papír kapcsán. Ugye itt láthatjuk a tőzsdei árfolyamokon, a Magyar Telekom árfolyama jelenleg 468 forint. Nem túl rózsás volt az elmúlt időszak a Telekom cég életében, amit elsősorban piaci körülmények, illetve osztalékkal kapcsolatos lépések befolyásoltak. Enyhült-e ez a fajta nyomás a cégen? Valamelyest enyhült, és ezt talán annak köszönhető, hogy túl vagyunk azokon a mérföldköveken, amik az elmúlt hónapokban negatívan érintették a Telekom megítélését. Gondoljunk egyrészt arra, hogy június közepén elindult az európai roaming, szinte most már többet költség nélkül tudunk telefonálni, hogyha külföldre megyünk. Másrészt pedig az előrefizetős kártyák, prepaid kártyák regisztrációja, ez is egy negatívan hatotta a Telekom megítélésére a tavaszi időszakban. Most már túl vagyunk a nehezén, és azt látjuk, hogy érdemben azért nem csökkent az előfizetői tábor. Előre tekintve pedig negatívumot az jelent majd, hogyha a Digimi negyedik szolgáltató belép a hazai piacra, de hát ez egyre későbbi időpontban válik valószínűvé, ezért arra számítunk, hogy felértékelődik majd az előttünk álló időszakban a Telekom kurzusa is. Hogyha nem csak a nagy papírokat, tehát az úgynevezett blue chip-eket vizsgáljuk a Budapest értéktőzsde parkettjén, vannak ugye itt még más részvények is a prémium kategóriában, ezek közül melyiket lehetne kiemelni? Hogy érdekes azt megtekinteni, hogy a BUX mellett a BUMIX több mint 20%-a értéke adott föl június folyamán, és ebben elég domináns szerepe volt a Graphisoft Park részvényeinek, több mint 15%-ot emelkedett a kurzus a hónap folyamán. Itt érdemes azt figyelembe venni, hogy egy új cégforma van kialakulóban idehaza, ez a szabályozott ingatlan befektetési társaság, ami röviden azt az előnyt jelenti a befektetők számára, hogy egy sokkal magasabb osztalék fizetésben részesülhetnek, a cég pedig jóval alacsonyabb működési költségekkel szembesül. Összességében tehát ez egy nagyon előnyös forma a cégek számára, persze nagyon szigorú szabályok övezik ezt a működési formát, így hát majd a tulajdonosok július közepén egy közgyűlésen dönthetnek arról, hogy valóban át kell alakulni a Graphisoft Parknak ebbe az új cégformába. Kuti Ákosnak köszönöm ezeket a válaszokat. Köszönöm szépen.